A hétvégi sikeres szereplés után is folytatják a kemény edzéseket a Haas Szegedi Úszóegylet fiatal versenyzői. A már hagyományos Naturtex kupán többek között a 23 aranyérmének is köszönhetően a szegedieké volt a legjobb egyesület a résztvevők között. Nagy Attila elnök szerint azonban mások is van az örömre. De azt gondolom, hogy az edzők meg a versenyzők számára inkább az lényegesebb, hogy ez egy nagyon jó színvonalú, komoly verseny, ahol aranyjelvényes szinteket lehetett úszni, illetve számos gyerekünk már a jövő évi bajnokságra szintidőt is tudott teljesíteni. A kétnapos versenyen több szegedi úszó is kiváló teljesítmény nyújtott. Gruber Milán 7 érmet szerzett, amiből a 100 háton elért aranyra a legbüszkébb. Ott első lettem, egyéni csúcsot úsztam, és az országos ranglistán negyedik leszek ezzel az idővel. A kétszeres ifjúsági Európa-bajnok Fábián Fanni bár 4 aranyérmet is szerzett, mégis volt hiányérzete. Az idő eredmények nem lettek olyan jók, mivel válsérülésem van, és ebből igyekszem kijönni, és úgy edzem. Így utolsó 2 hét így elég nehéz volt számomra. A szegediek világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes hosszú táv úszója Olasz Anna 400 és 800 gyorson állt rajtkőre, és szerzett egy ezüst, illetve egy aranyérmet. Az idei gyengébbre sikerült szezon után most úgy érzi, kezd visszatalálni a megfelelő útra. Látom azt, hogy a kemény munka kezd kifizetődni. Nyilván nem egyszerű egy ilyen felemás, és hát inkább rossz ez, hát szezon után visszazökkenni az alapozásba, főleg ez az őszi-téli időszak nálunk nagyon kemény, de úgy gondolom, hogy elég komoly céljaim vannak a jövőre nézve, és ez sokat segít. A szegedi úszók tehát ismét egy sikeres versenyt tudhatnak maguk mögött. A szezonnak azonban még nincsen vége. Decemberben a fiataloknak újfent Hódmezővásárhelyen, a felnőtt csapat hosszú távúszóinak pedig Győrben lesz lehetőségük az újabb éremhalmozásra.